A baleset következtében a jármű egy kútgyűrűnek és több fém terelőbójának is nekiütközött. A helyszínre kiérkező törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók áramtalanították az autót, melynek sofőrjét feszítővágóval szabadították ki. A mentők a sérültet kórházba szállították. A rendőrség kéri, hogy járművükkel minden esetben az útviszonyoknak és az időjárási körülményeknek megfelelően a közlekedési szabályokat betartva közlekedjenek.